Köszöntöm nézőinket! A Sopron Televízió keddi híradóját látják. Nézzük fontosabb híreinket röviden. Napsütés, érdemes odafigyelni a nyári időszakban bőrünk egészségére. Műanyagmentes július sokat segít, aki száműzi életéből az egyszer használatos anyagokat. Trianon maraton korábban ért vissza, de a tervezett célját teljesítette Juhos Gábor. Beköszöntött az igazi nyár, ilyenkor szívesen megyünk strandra, tervezünk szabadidős programokat, melyek során fokozottan hosszú ideig tesszük ki a bőrünket a napsugárzásnak. Nem szabad megfeledkeznünk a megfelelő bőrvédelemről, hiszen a napégés a kellemetlen érzés mellett hosszú távon betegség kiváltója is lehet. A megelőzés a legjobb módja, hogy elkerüljük a napégette bőr kialakulását. A forró hónapokban igyekeznünk kell mindent megtenni annak érdekében, hogy megóvjuk magunkat a napsugarak káros hatásaitól. Az érzékenyebb, problémásabb bőrűeknek ajánlott a magasabb faktorszámú fényvédőkrém használata. Napozás, napfényen való tartózkodás esetében fontos az, hogy törekedjünk arra, hogy ne égjen meg a bőrünk, törekedjünk a mérsékletességre, a barnulás fokozatosságára, figyelembe véve a bőrtípusunkat, azon kívül azt, hogy mennyi ideig tartózkodunk a napon, illetve hát ugye tudni kell azt, hogy mikor magas az ultraibolya dózis. Ez azt jelenti, hogy mindannyiunknak ugye van egy bizonyos örökölt, genetikailag örökölt bőrszíne. Magyarországon, Európában leggyakoribb a világos, vagy pedig a fehér bőrszín. Ez a bőr képes barnulásra, de csak fokozatosan. És ez a barnaság általában 3-4 nap alatt kezdődik el, és a teljes fényvédelem körülbelül 3-4 hét alatt alakul ki. Ehhez fokozatos lehet egyre többet a napon tartózkodni. A túlzásba vitt napozást elkerülendő bőrtípusunktól függetlenül mindig ügyeljünk a mértékletességre, és szigorúan tartsuk be a szakemberek tanácsát, kerüljük azokat az órákat, amikor veszélyes számunkra a napon tartózkodni. Fontos az is, hogy melyik napszakban tartózkodunk a természetben kint. Általában déli napállásban, tehát nálunk a nyári időszámítás miatt egy óra körüli időpont az, amikor a legmagasabb az ultraibolya sugárzásnak a dózisa, tehát lehetőleg 11 és 3 óra között az arra érzékenyegyen kerülje a napfényt, húzódjon árnyékba, de legjobb, hogyha fedett területen tartózkodik. És hogyha nagyobb mennyiségű szabadidős programot tervez éppen egy ilyen nyári napra, akkor fényvédő krémmel a szabadon fekvő területeket, illetve széles karimájú kalappal, UV-szűrős szemüveggel, sűrű szövésű lengeruhával védje a bőrét a napfény káros hatásától. Napégés után különösen fontos, hogy bőrünket kíméljük a további külső hatásoktól. A napot kerülni kell, a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelről minden esetben gondoskodni érdemes. Ha a bőrgyulladás súlyosabb tünetek formájában jelentkezik, például hólyagosodás, mindenképp orvosi segítség szükséges. Amennyiben valaki elváltozást észlel a bőrén, vagy akár egy anyajegyen, minél hamarabb keressen fel egy bőrgyógyász szakorvost. Ne használjunk műanyagot júliusban. Ez az üzenete annak a közösségi médiában született kezdeményezésnek, amelyet a lassan lebomló, egyszer használatos műanyagok környezetkárosítása miatt indítottak civil szervezetek. Tavaly több mint 100 millió ember vett részt az akcióban, megközelítőleg 170 országból. Egyik napról a másikra teljesen műanyagmentessé válni anyagilag is megterhelő lehet, de minimális odafigyeléssel mi magunk is könnyedén csökkenteni tudjuk a felesleges műanyag használatot. Az egyszer használatos poharak, evőeszközök és nylonzacskók mellőzésén kívül Sopronban is több helyen van lehetőség csomagolásmentesen vásárolni. Az egyszer használatos szívószálat elhagyjuk, és cserében helyette fém szívószálat használunk, vagy például bevásárláshoz viszünk magunkkal vászonzsákot, vászontáskát, ezzel kiváltva a nylonzacskókat. A környezetvédelmi törekvéseket támogatja a Műanyagmentes Július nevű megmozdulás is, aminek lényege, hogy ebben a hónapban figyeljünk jobban oda arra, hogy ne használjunk egyszer használatos műanyagokat. A kezdeményezéshez a múlt évben magánemberek mellett már vendéglátóhelyek, sőt vállalkozások is csatlakoztak. Ez a Műanyagmentes Július megmozdulás, a Plastic Free July, ez Ausztráliából indult 2011-ben. Célja az volt, hogy
csökkentsük az egyszer használatos műanyagoknak a kibocsátását, próbáljuk ki, teszteljük le magunkat, hogy egy hónapon keresztül bírjuk-e műanyag használat nélkül. Mára már ez a mozgalom világszerte ismert, és több mint 100 millió ember csinálja ezt az egész mozgalmat, és alkalmazza ezt a júliusi hónapban. Nem összességében a műanyagokkal van a baj, hanem az egyszerhasználatos, eldobható műanyag termékekkel. Becslések szerint az óceánokban 150 millió tonna műanyag hulladék úszik, és ez a mennyiség évente 8 millióval nő. Magyarországon a kormány döntése értelmében 2021-től betilthatják számos egyszerhasználatos műanyag gyártását. Az útfelújítások miatti útlezárások következtében forgalommal szemben közlekedő mentőautókra kell számítania az autósoknak a következő hetekben a Móricz Zsigmond utcától a Széchenyi téri posta épületéig, közölte a Mentők Sopron Facebook oldal. A tájékoztatás szerint a lezárások miatt a mentősök a kiérkezési idő csökkentése érdekében fognak a megszokottól eltérően közlekedni azon a szakaszon, használva a megkülönböztető jelzéseiket. A mentők a közlekedők megértését, türelmét és együttműködését kérik. Videóvágás, programozás, mesterséges intelligencia. Idén is elindult a Logischool programozóiskola nyári tábora, aminek az elsődleges célja az, hogy a gyerekek játszva sajátítsanak el különböző digitális készségeket. A Logischool tábor korosztályokra és érdeklődési körökre bontva különböző programokkal várja a gyerekeket. A szervezők idén 4 turnussal készültek, a 6-18 éves korosztályt célozták meg. Különböző programjaink vannak korosztálynak és érdeklődésnek megfelelően. Ugye a Minecraft az egy nagyon népszerű játék, de mi ebben a játék keretében tanítjuk a gyerekeket programozni. Most idén a Mars misszió a célunk, tehát meghódítjuk a Marsot, és ott egy marsbázist kell felépíteniük különböző programozó trükkökkel. Aztán a hátam mögötti csapat éppen videóvágást tanul. Ők a digitális képalkotás és képszerkesztés berkeibe nyernek betekintést, de még sok más táborunk is van, junior designer, kodu tábor, ami szintén programozással és a digitális kép technikák megismeréséről szól. Ezen a héten az egyik csoport filmkészítéssel foglalkozik. Van köztük olyan, aki már visszatérő vendég a táborban, mások viszont most ismerkednek a videóvágással. Nagyon szeretem ezt a videóvágó tábort, tavaly is videóvágó táborban voltam, és mi is egy kis filmet fogunk készíteni. Én is nagyon örülök, hogy eljöhettem a táborba, azért is, mert ugye én még sose vágtam videókat, és ez nekem nagy újdonság, és nagyon tetszik, amit itt lehet csinálni a táborban. Nagyon jó. Én már vágtam itt kis videókat, illetve kis filmeket, a zombisot készítettük, illetve lesz majd egy másik, ami szintén titokzatos téma, és remélem, hogy jól fog sikeredni. A másik csoport pedig a programozás alapjait sajátíthatja el a népszerű Minecraft játékon keresztül. Szerintem a Logischool egy nagyon jó tábor, és sok dolgot meg lehet tanulni a Minecraftról, mert mondjuk én nem tudok Restonite-ot csinálni, és itt meg fogom tanulni egyszer. A gyerekek a nap egyik felét a friss levegőn töltik csapatjátékokkal és szabadidős tevékenységekkel, a nap második felében pedig különböző szakmai programon vesznek részt. A koronavírus járvány miatt kisebb létszámú csoportokkal számolnak az iskolában, így a turnusok hamarabb telnek meg a programozni vágyó gyerekekkel. Ékszerteknős akadt horogra Sopronban, a Gidapatakban. Az állatvédők tapasztalatai szerint sokszor előfordul, hogy a gazdáik szabadon engedik a megunt vagy nagyra nőtt ékszerteknősöket. Ez azonban felelőtlen tett. Ezek az állatok ugyanis agresszívek, kiszorítják őshonos társaikat az élőhelyükről. A horog Harold névre keresztelt ékszerteknős már lényegesen jobban van, azonban ehhez fontos beavatkozáson kellett átesnie, és jelenleg is lábadozik, amely során antibiotikumot kap. A hüllőnek ugyanis 2 horog is volt a nyakában. Ő nagyon rosszul járt, mert a horog beakadt a nyelőcsövébe, és nem tudott nyelni, így nem lett volna neki hátra sok az életből. Úgyhogy másnap tudtuk nagy műtétre vinni, és kiderült, hogy 2 horog is van az állatban. Ezt kiműtötte a doktornő, úgyhogy szegénynek az egész nyakát fel kellett vágni, és azóta nálunk lábadozik.
Az állatvédők tapasztalatai szerint közel sem egyedi eset, hogy megunt vagy nagyra nőtt ékszerteknőst engednek szabadon a gazdáik. Ez azonban felelőtlen tett, ugyanis ezen hüllők komoly hatást gyakorolhatnak Sopronban és környékén is az ökoszisztémára. Elég kártékony a természetben, mert nagyon agresszív faj, és kitúrják a mocsári teknőst is, ami egy őshonos, igazából egyedüli védett fajunk a tavakba. Nagyon-nagyon szaporák, tehát már találtak is kikelt apró ékszerteknősöket. Másrészt meg, hogy nem tudja minden ember, hogyha egy teknős megvesz piciként, akkor ő bizony akár elég, majdnem 100 évig is egy ilyen ékszerteknős, és hamar megunják őket, és jobbnak találják, ha elengedik, de ez nem a legjobb megoldás. Bodnár Ágota szerint Horog Herold a körülbelül 10 éves ékszerteknős nagyon energikus és képes lesz felépülni. Amint olyan állapotba kerül, a hüllő örökbe fogadható lesz. Második világháborúból származó légibombát találtak múlt héten Bükk külterületén. A robbanó szerkezet elszállítását szerda este végzik a Magyar Honvédség első honvéd tűzszerész és hadihajós ezred katonái. Emiatt július 15-én szerdán 18 órától üzemzárásig szünetel a vonatforgalom Bükk és lövőállomások között. Az utasokat vonatpótló autóbuszok szállítják. Ennek következtében az érintett időszakban jelentősen megnő a menetidő a két település között. 40 nap alatt 2020 kilométert futott a trianoni centenárium alkalmából Juhos Gábor. A sportoló minden nap a maratoni táv 42 kilométere fölött teljesített. Végül hétfőn este ért célba a hűségzászlóhoz, ahonnan június 4-én elindult. Rendőri felvezetéssel érkezett célba Juhos Gábor hétfőn délután. A pandémia sem akadályozta meg a futót abban, hogy nem mindennapi sportteljesítményt vigyen véghez. Trianon maratonra indult június 4-én a békediktátum aláírásának 100. évfordulóján Sopronból. Célja az volt, hogy megtegyen 2020 kilométert Magyarország körül, erőfeszítését pedig siker koronázta. Nehéz volt, tele szenvedéssel, de valami nagyon nemes érzés lengte körül ezt az egészet. Ennek megfelelően picit több energiaadatot állt a rendelkezésemre, mint amivel én terveztem. Ezért a maratoni távon túl képes voltam teljesíteni minden nap, és hát úgy gyűltek a kilométerek, és aztán már úgy be is álltam arra szintre, hogy nem 42-t, hanem 50-et szeretnék minden nap futni, és ezt hála jó Istennek tudtam tartani. A trianoni békediktátummal Romániához csatolt Székelyhídon született Juhos Gábor akkor vált ismerté, amikor 1989-ben elgyalogolt Budapestről Párizsba a romániai falu rombolás ellen tiltakozva. A Trianon maraton céljában elhangzott, a Magyarok Világszövetsége tervezi, hogy a jövő évtől hasonló sportesemény sorozatot indítsanak az emlékezés jegyében, és Juhos Gábor teljesítménye előtt tisztelegve. Nagyon meglep. Szerintem arról majd le fogom beszélni őket, hogy ez az én nevemmel legyen fémjelezve. Legalábbis amíg élek, úgy érzem, hogy nem tettem én olyan nagy dolgot. Ez egy sportesemény, ami hát szerintem bárki, vagy bárki által megismételhető, aki mondjuk azt, hogy az átlagnál egy kicsit jobban edzett. A rendezvényen a város részéről részt vett Abdai Zsolt önkormányzati képviselő, az Ifjúsági Turisztikai és Sportbizottság elnöke. A futott Patrubányi Miklós, a Magyarok Világszövetségének elnöke is köszöntötte a Trianon maraton végén, aki felidézte a trianoni békediktátum tragikus következményeit. Most megmutatjuk, milyen időjárás várható, majd érkezik a Mozaik, melyet Páholy című magazinunk követ. Kedves nézőink, Önök a Sopron Televízió keddi híradóját látták. További híreinket a sopronmedia.hu oldalon találják. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Az időjárás jelentés támogatója a Patent Távfelügyelet Kft. Szerdán sem lesz zavartalan a napsütés, felhők lehetnek az égen. Átmenetileg egy-egy gyenge futózáporra kell készülni. Hajnalban 8-15 fok várható. A csúcshőmérséklet 24 és 30 fok között alakulhat.
Csütörtökön egy hidegfront érkezik, melynek hatására elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Többfelé megélénkül, helyenként megerősödik a nyugati, észak-nyugati szél. Pénteken és szombaton a napsütés gyakran zavarják gomoly felhők, helyenként átmeneti jelleggel záporok, zivatarok is kialakulhatnak.